És akkor megszületett a néző. Az előadás úgy felöleli azt a fajta színházi klisséhalmazt, amit ugye ebbe a szakmába hogyan találkozunk, egy nagyon erős öniróniával, tehát közönségről beszélve ugye elsősorban a színházról, a színészekről, vagy a színházi alkotókról beszél egy gyakran kedves, de hát mégis egy fanyar és kegyetlen iróniával. Minden nagyobb városban, megyeszékhelyen színház művészeti tanszékek létesültek, és így átlagban egyetlen év alatt diplomázott 199 rendező, 470 színész, 8003 kritikus, 17617 teatrológus, 43000 művelődés szervező, hoppá, hoppá, hoppácska! Miközben az utolsó évben mindössze 13 bérletes nézőről tudunk. Sokat dolgoztunk, kísérletezgettünk ezekkel a karakterekkel mindannyian, hogy megtaláljuk a közös pontot, akár az énünkkel, magunkból fogalmazzuk őket. És hát egy ilyen kis visszafogott, furcsa figura, aki színházban nevelkedett, ott nőtt fel, és minden a színház. És hát vannak közös pontok nekem is, Lacival, mármint olyan értelme, hogy én is szinte gyerekkoromtól kezdve már a színház nagyon érdekelt, és nagyon sok időt töltöttem ott. Püspökladányban, a bemutató színkörben, a kamarabból, senki fiában, ki volt a büdös bogár? Hát a Vancsók tanárunk. Igen, az én voltam. És én voltam a Charlie. Fantasztikus büdös bogár volt a tanárunk! Csak ez az első előadás, amit mi március 12 óta játszottunk, a Kosztolányi Színház, hiszen ugye eddig a színház be volt tiltva Szerbiába, tehát még most is, tehát még nálunk nem kezdődött el, tehát ez a magyarországi kiruccanás az első olyan alkalom, hogy játszunk, és ebben volt valami nagyon végül szentimentális is a részemről. Néztem a színészeket, akik több mint fél éve ugye nem voltak színpadon, vagyis nem találkoztak közönséggel. Kokán már régóta emlegette ezt nekünk, még amikor a Felhő nadrágban című előadást csináltuk, akkor említette, hogy nagyon szereti a Gusztáv című rajzfilmet, és gyerekkorában nézte is sokat, ugyanis a szervadók is vetítették egyébként, és minden szerb úgy hívta a Vége rajzfilm, és említette, hogy ezt nagyon szeretné megcsinálni. Mindent mi adtunk hozzá, igazából tényleg csak a témákat és az alapgondolatait, szóval mondjuk vettük a rajzfilmnek egy-egy résznek a címét, és akkor arra elkezdtünk improvizálni. Mindenkinek volt egy-egy adott címre saját improvizációja a többiekkel, és akkor abból raktuk össze a végső formáját a jelenetnek. Számomra nagyon izgalmas ez a fajta úgymond szürke ember figura, aki elrejtőzik a
felelősségtől, vagy elhárítja a felelősséget másokra, és nem akar tevékenyen részt venni a dolgok megváltoztatásában, vagy akár a társadalmi kérdésekben, hogy állást foglaljon. Szóval sajnálom is a Gusztávot, de közben meg egy nagyon szerethető figura is.